Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagy tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Méreg József urat, a Maraton Tömegsport és Környezetvédő Egyesület elnökét, aki volt olyan kedves, eljött hozzánk meg egy kis beszélgetésre az Egyesületről. Ö, Józsi, nagyon régen, 1992-ben alakult az Egyesület, hát ennek most már azért eléggé sok éve. Miért, miért akkor és mire? Köszöntöm a Péti Televízió nézőjét. Most vagyunk 25 évesek hivatalosan, de ennek voltak előzményei. Egészen pontosan 1990-ben, a romániai forradalom után mi voltunk az első olyan ö, csapat, egyesület, akik Veszprémtől futottak Sepsiszentgyörgyig váltva négy napon keresztül. És, ö, Utána még voltak különböző programjaink, és akkor úgy döntöttünk 13-14-en, hogy Alakuljunk egy jogi, jogi formátumba, és egyesületté alakuljon. Ez 1992. áprilisában történt meg hivatalosan. Innentől kezdve az Egyesületnek a jogállása. Ez a ugye már is a tömegsport Egyesület igen, volt? Igen, igen, Ez formális, és innentől kezdve már tudunk, tudtunk pályázni, tudtunk különböző versenyeket rendezni. Tehát ez számunkra egy nagyon nagy lépés volt. a, a a, hogy először csak a, a futás volt, mert ma már, hogyha jól látom, akkor egy, kettő, három, négy. Igen. Né, most négy, négy szakos szak, Igen, először csak futtál tömegsportot először. A tömegsport, meg a aktív szabadidő eltöltésével esküdtünk, Aztán az idők folyamán ez a tevékenység kibővült, most jelen pillanatban négy szakosztály rendelkezünk. Van egy tékvandó szakosztályunk, van egy kutyavár szakosztályunk, és van egy harcművészeti önvédelmi szakosztályunk. Sőt, régebben, ezelőtt egy négy évvel volt egy kézadó szakosztályunk is. De ez mindegyik egyébként tömegsport keretében, tehát nem az a cél, hogy, hogy MB1-esek, MB5-ösök legyünk, vagy valahányasok legyünk, hanem egyszerűen csak érezzük jól magunkat. Ez csak arról szól, hogy a szabadidőt hasznosan töltsük el, barátok között, és ha lehet, akkor tudjunk versenyezni is. Ennyi, tehát semmi több, tehát nincs, nem is voltak olyan irányú törekvéseink, hogy majd magasabb szinten működjünk. Igaz, hogy van egy-két ember, aki tényleg jól működik, jól szerepel, de az egy teljesen más kategória. A maraton az azt jelenti az Egyesület nevében és a az életében is, hogy futottak többször maraton távot is, vagy valami hasonló távot. Tehát a és a, a, vannak olyan versenyek is. Igen, a elutalnak. legelső formációban ö, gyakorlatilag csak a futókból álló. Ö, tagokból állt össze az Egyesület, és hát nagyon sokan futottak maratont. Illetőleg utána a hosszabb távokat is. És így jött a név, ez a maraton és a logo is a maratont jelképezi. Tehát mi ebből indultunk ki, és a többiek még hát hozzánk csatlakoztak. Mi volt a leghosszabb táv, amit futottak? <laughs> Mi kitaláltuk a váltófutást, ez a, a, az országban akkor egyedülálló volt, mondom, 1990-ben kezdtük el, és a leghosszabb távot pontosan 1992 nyarán kifutottunk Barcelonába az olimpiára. Ez 9 nap alatt 7 futó teljesítette. Ez egy egészen kellemes út volt. Nyáron volt, vég, majdnem vég a tengerparton, tehát ez egy, ez egy nagyon klassz dolog volt, és a, mi voltunk azok a az egyedüli egyesületi tagok, akiket a, a MOB támogatott erkölcsileg. Úgyhogy, Ez nagyon szépen hangzik egyébként. <gül> <gül> úgyhogy azt a lehetőséget kaptuk meg, hogy amikor megérkezett az, az arany repülőgép Ferjegyre, akkor még Ferjegy volt, akkor mi velük utazhattunk a sportcsarnokig. Tehát azt hiszem, ez, ez egy ennél nagyobb kitüntetés egy sportolónak, vagy egy, aki szereti a sportot, nem lehet. Tehát egy ilyen bátorfutást együtt... sem egy egyszerű dolog. Az egy kísérő autó, autók. Nekünk, nekünk volt múltunk a sebbségekkel kapcsolatban, hogy a sok gyerekbetegséget úgy próbáltuk mindig lecsökkenteni, és minél több átofutást csináltunk, annál kevesebb volt a probléma, tehát logisztikai szempontból egészen jól oldottuk meg ezeket a gondokat. Hozzáteszem, hogy Barcelon után még voltunk több helyen is ilyen, már nem ilyen hosszú, de, de ilyen ehhez hasonló futásokat megcsináltunk. Hát a másnál nem mondjak, Magyarországon futottunk, az is majdnem 2000 km volt, tíz nap alatt. És a, a Hősök terén fogadott bennünket, Havuzur Gotto, aki az Egyesület Tisztelt Bernőke is lett azokban a, a hónapokban. Tehát, hogy vannak és voltak, meg nem is élményeink ezzel kapcsolatban, hogy még váltófutásokat csinálunk. Van hát egy olyan egyéni teljesítménye sem, mert nagyon kevés embernek van ma Magyarországon? Hát részemről, hogyha erre gondolsz, részemről, Három nagy dolgot említenék meg. Az egyik, hogy megcsináltam a Bécs-Budapest szupermaratonit, meg megcsináltam a Bécs-Pozsony-Budapestet is. És hát a, a nyilván a legnőm, ami tényleg jelzik világszerte, a athens párta hosszú távfutást, ami 246 kilométer, 36 órán belül kell teljesíteni, és azt, ha Isten, 11. magyarként azt én teljesítettem. Gratulálunk még, így visszamenőleg is csak Észre. gratulálni lehet érte. Az Egyesület szervezése, ugye a négy szakosztálynak a, a kordában tartása, a finanszírozása, azért, avval is azért van rendesen csinálni való. Szóval nekem az a dolgom, mint elnök, hogy próbáljak minél több anyagi forrást biztosítani a, a szakosztályoknak. Ez, ez a mai világban is ö, nehéz, régebben talán valamilyen könnyen volt, de most már nagyon nehéz. És ö, pályázunk, pályázunk és pályázunk folyamatosan, és ö, én úgy osztottam le a, a, a lehetőségeket, hogy a, a szakosztályvezetők önállóan felelnek a szakosztályért. Tehát nekem nem kell mindig összehívni a, 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 az egész egyesületi tagságot, elég a szakosztályvezetőkkel beszélni, konzultálunk, és hogy ki mit gondol, mit lehet tenni, és ki mit tett meg ezért az ügy érdekért, hogy azt meg tudja valósítani. Az, hogy az egyről fölment négyre, az azt jelenti, hogy, hogy az önök egyesülete az hogy mondjam, szóval jó oda menni? Tehát jó nevük van? Nem, nem tudom másképpen mondani. Igen, Tehát ilyen hívó szó. Mivel mi a 25 évesek vagyunk, azt hiszem, hogy mi letettük a, a jegyünket itt a térségbe. Mert mi térségben gondolkodunk, de nem csak Palóta, nem csak Pétfődő, mi térségben gondolkodunk. Vannak tagjaink Budapestiek, vannak pécsiek, almádiak, tehát elég sok területen jönnek a, az uh -huh. emberek, és hát ők szívesen jönnek, de több olyan Jelentkezés van, aki aki azért jön hozzánk, mert a hangulat kellemes, azért jön hozzánk, mert önmagát jól érzi, és ez nekünk az untig elég. De nem kell itt arra törekedni, hogy ki milyen gyorsan fut, vagy ki milyen érmet szerez, hanem maga az együttlét Érezzük jól magunkat. Így igaz. Valamikor az évek során bekerült a Környezetvédő és az Egyesület nevébe. <laughs> Ez az egyrészt azért került bele, mert így ö, tudtunk jobban pályázni ezekre a lehetőségekre, másrészt pedig azért, mert amúgy is ö, ö, benne van a vérünkben, hogy ezt, ezt védeni kell. Tehát ö, mi rendezünk versenyeket egyébe négy ötöt, ötöt, mi folyamatosan ö, ö, úgy próbáljuk ö, átadni a terepet, mint ahogy megkaptuk, vagy még tisztában. Sőt, rendeztünk hulladékgyűjtős akciót is, ö, nem egyet, nem kettőt. Tehát ö, azt gondolom, ez ö, a mai világban ez kötelező a jellegű, sajnos sok a szemet elő, de hát mi igyekszünk ennek a jó példáját előjárni, hogy ez minél kevesebb legyen. Hogy Az előbb említette, el el hogy nagyon sok pályázatot adnak be. A finanszírozásnál vannak-e más lehetőségeik? Ugye hát általában egy egyesület szed valamilyen módon tagdíjat, a pályázat vagy, be, vagy nem jön be, de hát azért kell valami stabil alap ahhoz, hogy az egyesület működni tudjon, főleg így négy szakosztályjal, ami már nem kevés. Kettő stabil dolgunk van, a, a tagdíj és az egy százalék. A többit, meg mondjuk a harmadik, hogy van egy-két ismerős, aki, aki hát végülis minimális összeggel a támogat bennünket, de ezt mondja, hogy elhanyagolható. Mi csak is abból élünk meg, hogy pályázunk. Abból tudunk működni. Ebből de... a pályá... bocsánat, csak egy kis kitérő, a pályázatban benne vannak azok a tá... pályázatok, amiket valamilyen módon állami szinten írnak ki, és benne vannak az önkormányzatnál beadott pályázatok is. Igen, mindegyik benne van, egyértelmű. Értem. Na most ha, ha... picikért visszamegyek a nem is annyira rég múlva, de mi voltunk azok, akik Pécsföldön egy egy pályázat segítségével 170 komposztát tudtunk kihelyezni. Emlékszem is rá. Így. Akkor, tehát azt mondom, hogy mi, mi teszünk ezért a, a, a nagyközségért is. Azon kívül volt egy másik pályázatunk, ami szintén jó részt itt valósult meg Pétfürdőn, ez az egészséges életmód, egészséges táplálkozási projektünk volt, ami hát az közel 10 millió forintos pályázat volt, amit itt tudtunk megvalósítani 75 ban Akkor volt egy másik pályázatunk, amelyik a parlakfő írtásban végzett tevékenységet kellett megcsinálni, ez mi most is tart egyébként. Tehát mi mindig felajánljuk azokat az eszközeinket, amiket ezeken a pályátukon nyerünk. Tehát ez lehet egy fűnyótraktól, lehet egy fűkaszlattól, tehát mind lehet használni a, a, a civileknek. Aztán nem régen itt volt egy kábítószeres kiállításunk. Kábítószeres, meg dohányzás ellenes, meg egyéb ilyen szenvedélybetegséggel kapcsolatos program megvalósításunk. Tehát elég sokat teszünk az ügy érdekében, itt Pérföldön is. Jalkozunk. Ezeknek, vissza, tehát egészen más oldalra, tehát van ezeknek a pályázatoknak olyan hozadéka is hogy azok, akiket valamilyen módon segítenek a, a, akár eszközzel, akár pénzzel a pályázatból, hogy azok később visszatérnek, vagy csak volt egy látogató, vagy vannak valamiféle visszajelzések. Gondolom, van ilyen, még olyan is van talán, hogy pályázati utánkövetés, hogy, hogy hogyan alakul a pályázat utána. Egy pályázatnál, ha mondjuk a palafűnél, meg általában azért, hogy van öt éves utánkövetés van. Tehát a, a, a mi dolgozunk egy évig egy pályázaton a kirás értelmében, utána még öt évig azt, amit csinálni kell. Lásd a komposztálásnál is, ott is még öt évig nekünk azt ö, ö, utána kell nézni, el menni egy-két helyre a családi házaknál, megnézni valóban komposztálnak-e, nem használták fel azt és a... És komposztáltak egyet? Igen, igen. Tehát én, én hál' Isten sok helyről kaptam ö, pozitív visszajelzést, és hát... Ö, de ez a jövő, hogy abban nem gondolok, hát... Ö, ez megint közvetvédelem, tehát igen, szükség, szükség, van erre, szükség van erre. Vagy a, vagy a másik, a, a, a egészséges táplálkozás életmódra kapcsolatban volt egy, egy egésznapos ilyen, ilyen programunk itt a, a műfházba, és ha jól tudom, akkor a magániskolások jöttek, ahol tanítottam óradóként, és őket is elhívtam. Ők 14-15 évesek voltak, és kiderült jó párról, hogy cukorbeteg. Még meg különböző dolgok jöttek el, hogy hogy hoppá, neked ez a probléma. Tehát már, már egy prevenciós dolgot csináltunk igen. ezzel kapcsolatban, és, örülök neki, hogy, és ő is örült neki nyilván, hogy na, igen, akkor neki el kell menni orvoshoz, és akkor De olyan, meg majd folytatja a a tovább a azt, amit ő, mi mi féltártunk. Hát nem nyitártuk fel, nyilván nekünk vannak olyan kapcsolataink, olyan. Más civilekkel való együttműködésünk, akik ezt jobban érték, de a mi segítségünkkel ők eljöttek, El és akkor meg, megoldották ezt, ezt a helyzetet. Beszéljünk 2016-ról, számos rendezvényük volt 2016-ban is. É, igen, volt egy-két váltófutásunk, volt a... Decemberben volt egy honvédelmi minisztérium által kiírt pályázat, ahol a hagyományőrzést vettük előtérbe, illetőleg hát egynapos váltófutást bonyolítottunk lekoszlózással együtt. Ötfacszelenegybe történt ez, hogy itt is koszoroztunk itt. De a két hagyományos versenyünk, amit Péterfődön van, az a márciusi Schmidt-Ferencféle szerepfutóverseny. Az minden évben. Már, ez már a 46 volt tavaly én azt gondolom, ez az ország legrégebbi futóversenye, amelyik minden évben meg van rendezve, és minden évben március, a március első hétvégén. Tehát gyakorlatilag ez az, az ország első rend. futóverseny. Igen, igen. Ezt még én a nem, szerint... nem, is tudok másikról, ami Én sem tudok, lenne. úgy, de a lényeg az, hogy minden évben. Tehát én nem volt kiadjás. Akár eset, akár fújt, akár hó volt, akár ö, első vagy nap ö, sütés, ez mindig meg volt. Remélem így lesz a, az elkövetkezendő időben Megyre is. Hét évben is. Hát igen, most ezt a... Na, és a, a, a másik, ami úgymond nagyobb szabású versenyünk, az a Mikolás ami futóverseny, amit szintén december első hétvégén, szombati napon rendezünk. Ott annyi a, 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 az érdekesség ebben, hogy minden résztvevő kap befutó csomagként Mikolás csomagot. És azért a hagyomány nálunk még az, hogy független attól, hogy, hogy futott, vagy nevezett, Függet attól mindenki kap nálunk ö, valamiféle... Ö, ö, Vendéglátás részesülése van. Tehát ö, a forradborból kezdve teja, polgárs, a pogács, a tehát mindenki kaphat. Nem úgy, mint máshol, tehát ahol, ahol eléggé. Ez ö, az az egy, egy nagyon finom. Így, része. Ez egy nagy családként ö, apostrofálom az egészet, hát, ennek így kéne működni, gondolom mindenhol. És ráadásul mi 18 év alatt nem kérünk nevezési díjat, ami nagyon-nagyon fontos. Így is próbálkozunk ö, azzal, hogy hogy kapjon kedvet a fiatal, hogy hozzá el a anyját, apját, nagyszüleit, a barátait, hogy minél többen legyenek, és ismerjék meg azt, hogy, hogy milyen jó kint a szabadban lenni, egy picit futni kell érte, de végül is barátokra itt a, a közösségünkben. 2017. február végén járunk, ugye ilyenkor már mindenhol le kellett adni a. Az hát önkormányzatoknál legalábbis már le kellett adni a pályázatokat. Milyen pénzügyi évre számítanak? Hát mi közhasznak vagyunk. Az azt jelenti, hogy én mindig az 1 millió forint fölötti összeget próbálom elérni. Eddig mindig sikerült. Különböző csatornák vannak, amiket mi pályázunk. Az önkormányzat, hát finoman szólva, nem a. a, a legkegyesebb hozzánk, mert a programjainkra nem... De örülünk neki, tehát nincs semmi Ez gond. melyik önkormányzat? Most a Pétről beszélek. Most semmi gond nincsen, örülünk minden összegnek, csak hát a arányokat nézve azt gondolom, hogy meg a múltunkat nézve azt gondolom, hogy piciket mi többet érdemelnénk, de nem panaszkodom, megoldjuk másképpen a dolgokat, vagy lebarterezzük a... a, a X helyen, ahol még tudunk kapni hírméket. Úgy gondolja, hogy a akkor, amikor Pétfürdön osztják a pénzt, akkor nem azonos súlyjal tekintenek, tehát nem azonos a mérce mindenkinél? Én, én csak a magam nevevel akarok szólni, hogy ö, mi egy-egy versenyünkön a többszörösét költjük el, mint amit kapunk Pétfürdőtől. Jó, ennyi. Nem ennyi, szettem. és ezt nem rogozom Pályázatok tovább. idén? Uh, folyam pályázatok? Én, folyam én folyamatosan nézem, idén már tizet adtunk be. nem az igen tekintélyes. Ilyenkor kell uh, nézni a dolgokat, hogy uh, milyen lehetőségek vannak. Most a NEA az egyik legfontosabb uh, pályázati uh, rész. Uh, ez a Nemzeti együttműködés alap, amit a... a, a emberi erőforrás minisztérium írt ki, itt van szakmai, van működés, és van külföldi kapcsolat. Tehát mind a három nekünk megvan, és mind a három érvényesként van beírva. Tehát most azt várjuk, hogy, hogy ez az érvényesség, ez mendig fog elterjedni, hogy valóban kapunk-e valami összeget, vagy avagy hát leszünk, Elküld, csak lesz, leszünk így a így. várólistán, leszünk, de hogyha nem adjuk be, akkor <laughs> nem akkor meg kapunk, sem, tehát meg, kell, meg, kell, meg kell próbálni mindent. Aztán uh, most jönnek az efop os pályázatok, ami egy picit a sportról is szól, de inkább másról. Tehát mi mindig úgy uh, próbálkozunk, hogy uh, hogy milyen a, a rabszabályunk eléggé é, széles spektrumot ölel át. Tehát ott van ö, a bűnmegállítástól kezdve, hagyományőrzéstől, őrzéstől, EU-s integráció, akkor a kábítószertől kezdve, sok minden van. Tehát ezeket próbáljuk úgy ö, ö, fűszerezni, hogy egy pici kis sport is maradjon ebben a dologban, és akkor, akkor tudunk ö, ö, különböző ö, dolgokat megvalósítani, amit, amit eddig is ö, meg tudtunk valósítani. 2017. Ről, hogyha hát gondolom már van valamiféle programterv, hogy mi lesz 2017-ben, hát kezdjük rögtön a márciusi futóversennyel. Hát ez egy szomorú dolog, mert most lesz először, amikor a Feri bácsi nélkül kell megtartanunk a, a, az ő neve által fémjelzett terre futóversenyt. Uh, nyilván legelőször az első dolgunk az, hogy mi állítottunk fel egy kopjafát ott a Albert Pianó Parknál, hogy azt megkoszorozzuk, és, el, és, elsőben az ő emlékére koszorozzuk meg ezt a kopjafát. És innentől kezdve tulajdonképpen uh, a programunk ugyanaz, mint ezelőtt volt, tavaly, tavaly előtt, meg, meg, meg majdnem uh, lehet sorolni az éveket. Egy kicsit menjünk vissza. Igen. Tehát kiket várnak erre a 40, 47 ig hogyha jól volt. Igen, 47-dik. 47-dik, Schmidt-Ferenc hát Én azért szoktam itt látni külföldieket is, tehát Igen. Nem, nem csak Magyarországról Igen. jönnek futók. Hát a, amikor a Feribázt elkezdte, akkor egyedülként itt a, a megyébe, sőt majdnem az országba, itt nagyon sokan megfordultak, maratonfutóktól kezdve, szekeres családik, itt találkoztak, akik hát végül egy olyan futó van szó, akik országos bajnok, olimpikonok voltak a családunkban, tehát ők itt szoktak találkozni, és itt futották magukat 80-10. Aztán jöttek Csehszlovákiából, akkor Csehszlovákiából is jöttek, jöttek Ausztriából, de ugyanez a szituáció most is, most is jönnek, hál' Isten, külföldről is, de, de mi azt szeretnénk, hogyha minél több térségből jöjjenek a gyerekek, inkább iskolások, tehát inkább mi a kisebbekre fókuszálunk, de hát nem baj, hogyha jönnek az idősebbek, Ez azt jelenti a kisebbekre, hogy több korosztály fog futni? Ö, tehát több, három, több táv és több korosztály? Igen, tehát mi három távot rendeztünk, az egészet kicsikét átmonyozottuk az elmúlt ö, időszakba, mert ö, azért ápril, ö, márciusban azért még nem egészen jó a talaj. Gyönyörű idő lesz végül. Rem, reméljük, de akkor is ö, nehogy, ja, baj, nehogy baj legyen a picikkel, és akkor inkább Pét felé vittük a, a, most már az utat, az a 700 métert, az többnyire az 80 százalékban bitumenes, és utána befutóként kaptak, amit kapnak, máristen, és utána a szokásos nagykör van a, a, a 5 meg a 10 És ezen kívül 9 kategóriában hirdetünk eredményt. 9-ben. Tehát azt mondom, hogy, hogy elég ö, ö, sok helyezés van, és hát mondom, ami nagyon fontos emellett, hogy utána tudunk beszélgetni egy pohár teával, vagy, vagy egy zsíros kenyérrel, még nem is fognak megérzni, még nem lesz erre Tehát én azt gondolom, hogy egészen családias hangulatú minden versenyünk, ami itt történik. Pétre. Reméljük, minél többen elmennek a pt is. Én, én bizony benne. És akkor, most már akkor tekintsünk ki az év további részét. Áprilisban, hát nem századék, de valószínű, hogy megyünk ismételten, megyünk sebsére. És egész pontosan... Látófutásként? Nem, 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 nem. Azért most már, ö, ettől most már picit félünk, mert ö, mert olyanok a közlekedési viszonyok, meg a morál, hogy, hogy, ö, hogy ezt már nem tudjuk, meg már idősebb, meg is vagyunk egy kicsikét. Tehát ez nem nagyon akarjuk ezt forszírozni, Viszont lesz váltófutásunk, egész pontosan nyerges Nyergés-tető ott van Kézdővásárhely és a között, ott 1849-ben Tuzson tiszt védte a, a magyar határt a polosz és az orosz haderővel szemben. És nyergés tetőn, az egy, az egy olyan hely, ahol a magyarok a döntő többség volt már, Kopjafa erdő van Gyergyestadon, a elnökeinknek a kopjafája vannak ott, a, a különböző városoknak kopjafája vannak. Úgyhogy mi ezelőtt egy négy évvel emlékkeresztet állítottunk mi is a, a Csikkozmási alpolgármester segítségével, aki ő, hát így lett legális a. a, a Emlékeztetésre, és mi onnan fogunk futni, majd uh, Kézgyavásán keresztül, uh, Sepsándgyőgyögyöre. Nagyon szép. Ez a program. Lesz. És ez a Szentgyőgy napokon uh, belül, mint egy uh, programként fog uh, szerepelni. Összel? Ez nem, az most lesz április. Nem, ez most összel, összel még valami Hát ősszel uh, a hagyományos, szintén a Feri bácsival indított egy futóverseny, ez szeptember uh, vége felé lesz, meg hát a, a szintén hagyományos, uh, Mikulás napi futóverseny decemberben és mi van még egy, egy kis lazak is akció ilyen szilveszteri együttlétnek szoktuk nevezni. Utolsó nap egy, egy 15 20 fő mindig összejön hogy óvatos baráti Igen. Közül. és utána ilyen 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 aki hozott, amit hozott, azt közösen elfogyasztjuk, megbeszéljük az ezévi terveket, hogy mi volt, vagy az ezévi dolgot, hogy mi volt, és a jövő évi tervek, egy, pár szót, mindenki megy haza, és a délben otthon van mindenki, úgyhogy ott már ünnepli a következő évet. Ez a gyönyörű a programokhoz én nem tudok más, mint kívánok nagyon jó egészséget, jó kitartást és hát sikeres pályázatokat, hogy legyen is miből jó kitartani. Bízunk Elnök, benne. Nagyon szépen Bízunk köszönöm, benne, hogy is. eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek pedig kívánok kellemes jó éjszakát, köszönöm, hogyha néztek minket.